Köszöntjük Önöket az Élővíz júniusi adásában. Májusban a választások miatt nem találkoztunk. Műsorunk első felében dr. Finta József plébánossal beszélgetünk, aki idén ünnepli pappá szentelésének 30. évfordulóját. Az adás második részében pedig Molnár Ferenc diakónussal beszélgetünk, aki a főplébánia diakónusa és a RÉV központ vezetője. A beszélgetésünkben kitérünk a diakónusi szolgálatára, hogy hogyan éli meg ezt a szép szolgálatot, és arra a Fecske utcában hamarosan megnyíló demens ellátó központra, amelyet a RÉV fog működtetni. Tartsanak velünk! Letölt minket. Hogyan emlékszik vissza a pappá szentelésére? Milyen érzések jönnek föl? Nyilván a életem egyik legjelentősebb, legszebb eseménye volt. Nagy örömmel készültünk rá. Emlékszem arra, hogy a helvéciai ifjúsági csoporttal előző nap este egy közös szentségimádást tartottunk, imádkozva az én hivatásomért, illetve hálát adva érte, és ez is egy jó kis rákészülés volt. Nyilván előtte már vettünk részt a papnövendékekkel, vagy szentelésre várókkal lelki gyakorlaton is, de már az otthoni közösség is nagy örömmel várta. A papszentelés az itt volt a Kecskeméti Társszékesegyházban, a nagy templomban, 30 évvel ezelőtt, június 25-én, és hát ugyanazon a napon volt az új misém is, az első szentmisém Helvécián. A két település közelsége megengedte azt, hogy így egy napon történjen a szentelés és az új mise, és azt követően pedig itt Kecskeméten volt bent az úgynevezett paplakodalom, vagyis a meghívott vendégekkel, mint egy 120 rokonnal, baráttal, közösségi taggal volt egy nagy ünneplés az este során. Meglehetősen húzós nap volt, de teli örömmel, és igazán életemnek a egyik csúcs élménye volt, amire azóta is szívesen emlékszem vissza. Egészen kicsi gyerekként, olyan 2 éves körüli lehettem, amikor először kimondtam, hogy én tisztelendő bácsi szeretnék lenni. Ennek az volt az egyszerű oka, hogy akkor még, hát gyakorlatilag több mint 50 évvel ezelőtt egy kisgyereknek a világa nem volt annyira színes és gazdag, mint amilyen azóta. És hát sajnos az én esetemben egy betegségről is lehet beszélni. Dongalábbal születtem, és emiatt kicsit behatárolódott volt a világom gyerekkoromban. Olyan túlzottan sok helyre nem tudtak elvinni a szüleim a műtéteim előtt, de az egyik kimozdulási hely otthonról az rendszeresen a templom volt, és a templomnak a színes világa az vonzott. A sok ember, a gyertyák, a fények, a ruhák, az ott folyó szertartás, és ezért gondoltam én nyilván gyerekkoromban, a gyerek az szeretne lenni, amit ismer, vagy ami úgy megtetszik neki, és hát én is ezért mondtam ezt ki 2 éves koromban körülbelül. A szüleim, nagyszüleim pedig, akikkel együtt éltem, nem lehurrogtak, meg nem lelintettek, hogy micsoda kis őrült vagy, hagyjál már, vagy felejtsd el, hanem örültek annak, hogy én ilyen álmokat, bágyakat dédelgetek magamba. Biztattak, tanítottak imádkozni azért is, hogyha Isten azt akarja, akkor pap lehessek. És hát így fejlődött gyerekkoromban tovább bennem ez az elhívás. De természetesen komolyjá aztán már később vált, amikor fiatal korommal itt Kecskeméten a Piarista gimnáziumban megtapasztaltam azt, hogy milyen jó közösségben együtt lenni olyan fiatalokkal, akik Istenben hisznek, és milyen nagy ajándék, hogyha segíthetem másoknak a kibontakozó hitét. Ezek a közösségi alkalmak, közösségi találkozások, élmények, ezek formálták ki bennem aztán azt a fajta elhatározást, hogy szeretnék papként, főleg az ifjúságért, vagy a fiatalokért, fiataloknak a közösségeiért dolgozni. Leginkább ez motivált, és így indult a hivatásom. Ezért jelentkeztem aztán papnövendéknek, akkor még Vácon, a Váci püspök atyánál. Lemondás, nyilván lemondás a családi, tehát az apaságról, vagy a félségről. Ezt az atya hogyan élte meg? Hogyan éli meg? Természetesen minden lemondás az érinti az embert. Van, amikor ez számomra nehezebb, van, amikor könnyebb.
akkor tapasztaltam inkább könnyebbnek, vagy tapasztalom talán most is könnyebbnek, amikor azt tehetem, ami úgy igazán a hivatásom, tehát hogy sokféle közösségi programban az emberek között, az emberekért dolgozhatok, élhetek. Akkor, amikor ez kevésbé működik, vagy azért, mert én vagyok talán másképp hangolva éppen, vagy azért, mert az életkörülményeim olyanok, például amikor Rómában tanultam és a tanulmányi éveimet töltöttem ott, akkor például nehezebb volt, egyszerűen azért, mert nem éreztem annyira azt, hogy a hivatásomban dolgozok és tevékenykedek, és ilyenkor nehezebb. Tehát lemondás, igen, de biztos vagyok benne, hogy nem nehezebb vagy nem komolyabb, mint mondjuk valaki, aki elkötelezi magát egy életre egyetlen házastárs mellett, és ő mellette tart ki hűséges szeretettel. Szerintem ez se könnyebb, és az is sok lemondással jár. Nyilván, mint mondom, van, amikor nehezebben, amikor könnyebben tudom ezt hordozni, de mindenképpen sokkal több örömet és sokkal több ajándékot kapok így a papi életben, ami ezt kompenzálja. Azt a mondatot, vagy azt a jelmondatot választottam, amit Jézus is felolvas a názáreti zsinagógában, ugye a működésének a kezdetén. Az Úr lelke van rajtam, ő küldött engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek, szabadulást a foglyoknak, a raboknak szabadságot, illetve megvilágosodást a vakoknak. Tehát ez a kis összetett mondat az, amit én választottam. Mert úgy éreztem, és úgy érzem ma is, hogy csak Isten szent lelkének a segítségével tudom betölteni a hivatásomat, és bízom benne, hogy a lélek segítségével képes is vagyok arra, hogy a különböző nehéz helyzetekben lévő emberek számára vigasztalás segítséget adjak. Prédikációjában nagyon sokszor hoz tanító történeteket, példázatokat, Istenről, illetve az ellenségről is. Ez hogyan alakult ki? És könyvet is kiadott ugye az atya? Igazából én magam is ezeket a kis történeteket olvasgatva nagyon sok jó üzenetet tapasztaltam meg bennük. Tehát talán már, sőt biztos, tehát már a kispapkoromban megtetszettek az ilyen kis történetes könyvek vagy történetgyűjtemények, amelyeket ilyen figyelemfelkeltőnek használtam, már hit tanórákon is, hiszen negyedikes, ötödikes korunkban már tanítottunk kisebb csoportoknak hittant, és így hittanórákon jobban le lehetett kötni a gyerekek figyelmét, hogyha volt egy-egy ilyen kis mese hozzá, és talán így indult el bennem az, hogy már egészen korán a papi működésem kezdetétől a prédikációkat általában egy történettel szeretem bevezetni, ami így kicsit figyelemfölkeltő, érdekes, és megalapozza egyrészt a odafigyelést, másrészt pedig könnyen köthetők hozzá azok a gondolatok, mondani valók, amit az evangéliumból szeretnék átadni. Mi a talán a legkedvesebb a papságban az atya számára? Igen, számomra a legkedvesebb az továbbra is, mint ami úgymond megragadott fiatalkoromban is, a közösségi életnek a szervezése, vezetése, tehát hogy mindenféle korosztálynak csoportokat, közösségeket létrehozni, lehetőleg heti vagy legalább két heti rendszerességgel találkozni velük, és imádkozni, beszélgetni, játszani, ünnepekre készülni. Tehát egy olyan kis közeget létrehozni, ahol baráti kapcsolatok alakulnak ki, és lehetővé válik az, hogy templomon kívül is, vagy a templomi szertartásokon túl is összetartozzunk, összekapcsolódjunk. Mert az a tapasztalatom tényleg az elmúlt 30 év során, hogy azokat sikerül megőrizni elsősorban az egyház körül, vagy a templom körül, akiket sikerül ilyen közösségbe is összegyűjteni. Az igazság, hogy nagyon átalakulóban van a társadalmunk, túlzottan is gyors, és sok az a változás, ami zajlik, én is nem győzöm a fejemet kapkodni, és azt tapasztalom, hogy egyre nehezebb azért közösségeket összegyűjteni, és azokat hosszabb távon megtartani. Ma egyre nagyobb az embereknek az igénye a személyességre, az, hogy személyesen próbáljunk szólni hozzájuk, személyesen beszélgetni velük, és amit itt most ugye elhangzott a kérdés az első misére vonatkozóan, hogy valamiféle nehézség vagy problémát észleltem-e,
ebben talán a liturgiában kevésbé, de a közösségi életben, az emberek megszólításában igen. Tehát azt a túlzottan nagy szétdaraboltságot, ami akár az emberek életére, akár az én életemre is igaz, és emiatt egyre kevesebb időnk marad egymással találkozni, egyre kevesebb időnk marad egymást igazán úgy megismerni, hogy az ember szavára odafigyeljenek. Na ez egy állandó nehézség. Amit szeretnék útravalónak adni a mai ember számára, nyilván kicsit a mi munkánkat, vagy a magam munkáját is segítve, az, hogy tanuljunk meg egy picit a lényegre figyelni. Tehát, hogy abból a sokféleségből, abból a rengeteg dologból, amiben benne vagyunk, legalább amit nem muszáj, azt úgy kicsit kijebb szorítani és leépíteni. Egy ilyen gondolat forog bennem, hogy növekedni csak fölfelé lehet, így szétfelé csak szétterülni lehet. Tehát ez alatt azt értem, hogy ha az ember túlságosan sok mindenbe belefog, túlságosan sok minden érdekli, túlságosan sok minden felé elmozdul, akkor semmit nem fog úgy igazán csinálni. De hogyha a megtalálja a lényeget, megtalálja azt, ami igazán fontos, és arra koncentrál, abban tud fölfelé növekedni. És én ezt szeretném kérni, vagy erre szeretném biztatni mind a fiatalokat, gyerekeket, mind pedig a nagyon is szétszórt életű felnőtteket, akik szenvednek is egyébként ettől, hogy tudjanak nemet mondani arra, ami talán kevésbé lényeges, és jobban, erősebben igent mondani arra, ami viszont tényleg fontos az életükben, és ebben nyilván az Isten kapcsolatot helyezném én az első helyre. Itt vagyunk a Fecske utca 20 szám alatt, a Rév központ új helyén, egy nappali demens ellátó létesül itt, és Molnár Ferenccel fogok a következő percekben beszélgetni, aki a Rév vezetője immár 25 éve itt Kecskeméten, és ennek a demens ellátó kialakításánál, beindításában is fontos szerepet vállal. Kezdjük talán a beszélgetést azzal, hogy hogyan, milyen indítatásból kapott meghívást arra, hogy az egyházban diakónusként szolgáljon, és ennek keretében a szociális munka legyen a fő terület az életében, illetve Kecskemétre hogyan hozta a sors a Jóisten. Köszönöm a kérdést. Én a régi kalocsai, kiskalocsai főegyházmegye hittanáraként kezdtem a pályámat. Teológus vagyok, és Hajóson, alföldi faluban voltam hittanár és lelkipásztori kisegítő 1985-től. A diakonátus, mint távoli lehetőség, ott lebegett azért a szemem előtt, de a katolikus egyházban házas férfi csak 35 éves korra fölött lehet állandó diakonus. Tehát így fiatal pályakezdő éveimben nem volt ez igazából kihívás a számomra, vagy lehetőség. Viszont lassan kezdtem megismerni itt a vasfüggöny mögött, hogy az állandó diakonátus az egyház megújulásának egy nagyon fontos területe a II. Vatikáni zsinat után. Magyarországon a 90 előtt erről nem lehetett beszélni. És Paskai László érsek úr volt a koadjútor érsek kalocsán, és én megkérdeztem őt, hogy támogatná-e, hogy esetleg én egy ösztöndíjjal kimenjek Németországba tanulmányozni ezt az intézményt. És 1988-at kint töltöttem Nyugat-Németországba, akkor még Nyugat-Németország volt, és ott szerettem bele a diakonátusba, vagy ott értettem meg, hogy az egyháznak mennyire fontos küldetése ez. Visszajöttem, Budapesten dolgoztam, főként szociális szférába, ott lettem szociális munkás, és amikor eljött az ideje, akkor 1998-ban itt szentelődtem diakonussá a Kecskeméti Nagytemplomban, a Kecskeméti Főplébánia szolgálatára.
És akkor én már tudtam, hogy a diakónus az egyház és a társadalom peremére küldetik. Az egyház, katolikus egyház életének három alappillére van. Szoktam mondani, hogy három lába van a háromlábú kisszéknek. Ez a liturgia szolgálata, az istentisztelet, az ige hirdetés, tanítás és kis leegyszerűsítéssel a szeretet szolgálat, más néven diakónia. A diakónus ennek a harmadik lábnak a felelőse. Nem egészen mondhatjuk azt, hogy egyházi szociális munka, hanem az egyház diakonális küldetésének a megvalósítása többnyire szeretetszolgálattal és a szeretetszolgálatban való szakszerű segítségnyújtással. Így kezdtem én keresni 99-2000-ben a helyemet Kecskeméten, viszonylag körülíratlan volt a munkaköröm, lehetett volna börtön, pasztoráció, vagy idősek, betegek, haldoklók szolgálata, vagy hajléktalan ellátás. És akkor szembe jött egy lehetőség, a katolikus Karitász nyitott volt arra, hogy Kecskeméten még nyisson egy rév szolgálatot, szenvedélybetegeknek a segítésére. A városvezetés akkor nyitott volt erre a felajánlásra, így megkaptunk ebben az ingatlanban egy 90 négyzetméteres épületrészt ingyenes használatra, és elkezdtük építeni, hát először egy munkatársammal elkezdtük építeni a szenvedélybetegek ellátó intézményét. Szenvedélybetegeken alkohol, kábítószer és egyéb viselkedési függőségek, például játékszenvedély függőséget vagy zavarokat értünk. Nem volt még erre ellátó rendszer, hiszen a szociális törvény sem ismerte ezeket a szenvedélybeteg ellátó szociális segítségnyújtásokat. A Karitász megelőzte egy 15 évvel a szociális törvényt. 90-ben ők is így gondolkodtak, hogy keressük meg azt a területet, rendszerváltáskor, rendszerváltás után, keressük meg azt a fehér foltot az ország szociális térképén, ahol a katolikus egyház prófétai jelszerű tanúságot tud tenni Krisztus szeretetéről, ez a Karitász. És így találták ezt a területet, hogy semmiféle ambuláns szociális segítő intézmény nem volt. Se szakemberek, se intézmény. És a Karitász ekkor kezdte építeni a RÉV hálózatot, ami mostanra már 9 RÉV-ből áll az országban. Az egyik utolsó volt a kecskeméti, 99. december 31-én alakultunk hivatalosan. 2000. május 2-án nyitottuk meg itt az ellátást. Kellett képezni, magamnak is kellett képződni részben Németországban, részben a Karitásznak a magyarországi képzésein, utána a kollégákat kellett képeztetni. Majd ahogy beindult, vagy a szociális törvény rendelkezett a szenvedélybetegek nappali intézményéről, majd a közösségi ellátásról, majd az alacsony küszöbű közösségi ellátás, lesz három szociális alapellátási forma, akkor mi is lassan átalakultunk ezek ki a működési formákká. Ehhez az önkormányzat hozzátette mindig az épület igényünket, tehát egyre több területet kaptunk ebben az intézményben. Aztán eltelt egy 15 év, amikor szembe jött velünk egy újabb feladat, hiány, ellátási szükséglet, mind a három. Egyre többet találkoztunk azzal a helyzettel, hogy a szenvedélybetegek sokszor kettős diagnózisú betegek. Pszichiátriai betegségük is van, vagy nagyon sokan pszichiátriai beteg családtaggal élnek. És mi sosem csak az egyénnel foglalkoztunk, hanem a családdal. A segítségnyújtás a hozzátartozókra is vonatkozik. És akkor fedeztük föl, hogy van itt még egy nagyon-nagyon törékeny, peremre szorult réteg, súlyos depressziósok, akik már nem képesek munkavégzésre, vagy esetleg csak rehabilitációs munkahelyen tudnak dolgozni, szkizofrének, akik életre szólóan együtt kell éljenek ezzel a betegséggel, persze nem mindegy, hogy egyensúlyban vannak, vagy nincsenek egyensúlyban. És akkor elkezdtünk tájékozódni e felé, a terület felé, város
önkormányzata szintén föltett nekünk egy kérdést, hogy ha már a szenvedélybetegeknek ellátjuk ezt az intézményi ellátását, akkor nem vennénk-e hozzá a pszichiátriai betegekét, és így fölépítettük lassan a pszichiátriai betegek nappali intézményét és a pszichiátriai betegek közösségi ellátását. Államilag finanszírozott férőhelyeink vannak, a szenvedélybetegek nappali intézményében 30 férőhelyünk van, a pszichiátriai betegek nappali intézményében 45, a közösségi ellátásokban 45 szenvedélybeteget és 75 pszichiátriai beteget látunk el. De folyamatosan emeljük az ellátati létszámot, ahogy növekszenek az ellátási igények, és ahogy növekszenek a mi infrastrukturális lehetőségeink. A két láb mellé, tehát a pszichiátriai és a szenvedélybetegek mellé egy harmadik nagyon fontos érzékeny csoport a demensek szolgálatával, segítésével egészül ki hamarosan a RÉV profilja, köszönhetően ennek a Fecske utcai beruházásnak, felújításnak. Demencia. Mennyire aktuális, mennyire égető ez a probléma, ez az igény? Elsősorban most Kecskemétre fókuszálva kérdezem. Ez egy megint olyan feladat, mint az összes többi az intézményfejlesztésünk során. Találkozunk egy ellátási igénnyel, egy olyan ellátási igénnyel, amire még kevés a férőhely Kecskeméten, és elsősorban nem is az igénnyel találkozunk mi, hanem a személyekkel. Magukkal a demenciával küzdő betegekkel, akár az ellátottaink között is már megjelenik, ahogy idősödnek a pszichiátriai betegeink, megjelenik a demencia kórkép is. Találkozunk magukkal a betegeknek a nehéz sorsával, nagyon nehéz sorsával, és találkozunk a hozzátartozóknak a nagyon nehéz helyzetével. Nagyon sok olyan család van Kecskeméten is, akik demens beteggel élnek együtt, vagy egy háztartásban, vagy egy családban, de közben még munkavállaló korban vannak. És nincs, hogy a demens beteget, ahogy a betegség előre halad, egyre kevésbé lehet egyedül hagyni otthon, egyre kevésbé képes önálló életvitelre, nincs biztonságban, hogyha egyedül van, és sok család küszködik ezzel, hogy nem tudják megoldani a demens betegnek, a demens hozzátartozónak akár csak a napi pár órás felügyeletét, biztonságban tartását. És akkor jött ugyancsak a város részéről egy kérdés, hogy ha újabb ingatlan részeket kapnánk ebben a Fecske utcai ingatlanban, akkor nyitottak lennénk egy ilyen szolgáltatásnak az elindítására. És én 25 évvel ezelőtt is úgy kezeltem a dolgot, hogy én nem készültem szenvedélybeteg segítőnek. Most már az lettem, de nem készültem annak. Szembe jött ez a feladat, és én azt mondtam, hogy ha ez jön szembe, akkor ez Isten akarata. Aztán a pszichiátriai ellátórendszer fölépítésénél is tulajdonképpen ez zajlott le bennem. Ha erre igény van, képesek vagyunk rá, lehetőségünk van rá, akkor ez Isten akarata. Most valami hasonlót érzek, gondolok. Ez egy nagy feladat nekünk, ez egy teljesen új szakmai profil, de igyekszünk a rendelkezésünkre bocsátott jó nagy, 270 négyzetméteres épületrészt demensbarát módon felújítani. A demensbarát az azt jelenti, hogy nagyon biztonságos legyen, derűs legyen, egy parkosított udvart tervezünk a nappali intézmény köré. Áttekinthető legyen, a munkatársak is jól áttekintsék a közösségi tereket. Tehát a demens betegek különös gondoskodást igényelnek a biztonságuk szempontjából. Teljesen új feladat. Azt mondom, hogy ahogy az eddigi intézményeinket is fölépítettük, először a munkatársak képzését indítottuk el mindig is, most is ez a terv, és ahogy a munkatársak stábja összeáll, fölkészül a feladatra, akkor reményeink szerint egy fél éven belül már betegeket is fogunk itt fogadni.
látogatókat pedig már néhány hónapon, talán két hónapon belül, már a nyáron szeretnénk az intézményt olyan állapotba hozni, hogy az érdeklődőket fogadhassuk, tájékozódhassanak, milyen szolgáltatásokat fogunk itt indítani, kiknek, mi lesz az igénybevételnek a föltétele, tehát ilyen nyitott napokat és látogatásokat fogunk már a nyáron szervezni. Erről néhány szót tudnál mondani, hogy milyen szolgáltatásokat terveznek itt nyújtani a demens személyeknek és a családtagjaiknak? Széles spektrumú ez a nagy kihívás, hiszen a demencia sem egy ilyen pontszerű betegség, hanem folyamat. A demenciának van egy bevezető fázisa, amit egy enyhe kórkép jellemez, aztán van középsúlyos és van súlyos. Nyilván a betegség bevezető fázisában a készségfejlesztés a fontos. Tehát a meglévő készségek megtartása, hát fejlesztése, ugye a demencia is egy előre haladó betegség, tehát megállítani, visszafordítani nem lehet, de a rosszabbodást azt lehet fékezni. Tehát nyilván az enyhe demenseknek készségfejlesztő és megtartó foglalkozásokat fogunk tartani, mentálhigiénés szakemberek részvételével. Ezek részben terápiás csoportok, részben szabadidős és kreatív csoportok. Nagyon fontos a szabadidő aktív és kreatív eltöltése. Aztán ahogy halad előre a betegség, nyilván a készségfejlesztés vagy a készségek megtartása mindig megmarad egészen a betegség elhatalmasodásáig, de egyre kevesebb szerepet fog betölteni, és több nagyobb szerepe lesz a szabadidő eltöltésének, foglalkoztatásnak, biztonság biztosításának. Tehát lehet, hogy elképzelhető, hogy már csak egy nyugodt sarkot kell biztosítani, megfelelő mozgást, tehát be vagyunk arra rendezkedve, vagy beleszünk, hogy legyen benne sok séta, hogyha az időjárás engedi, akkor kint, ha bent, akkor valamilyen mozgás, tehát az idősek számára teljesíthető torna, nyújtó gyakorlatok, tehát egy kicsit a fizikai erőnlétre is oda kell figyelni, de leginkább az, hogy biztonságban töltsék el, és a befogadó képességük szerint foglalkoztatva legyenek. Tehát nyilván senkinek a foglalkoztatásáról nem mondunk le, de fölkészülünk arra, hogy az egyre szűkebb lehetőséget fog majd biztosítani nekünk, vagy a szakembereinknek. És emellett természetesen étkeztetési lehetőséget kell biztosítanunk, tehát aki így szeretne ebédelni, annak fogjuk biztosítani a meleg ételt, erre kialakítottuk a megfelelő konyhát, mosogatóhelységet, illetve még háztartáspótló szolgáltatásokat is, tehát hogyha valakinek van ilyen gondja, hogy otthon nem tud mosni, tisztálkodni, akkor tisztálkodási és mosási lehetőséget is biztosítunk. Hány személyt fog tudni fogadni ez az intézmény, és hány munkatárs felvételét tervezik? 40 főre kértük meg a működési engedélyt, hogy ez pontosan hány ellátottat fog jelenteni, azt pár év múlva fogom tudni megmondani, de mondjuk ennyi, tehát legfeljebb 40 főt láthatunk el egyszerre, akik közül nyilván nem mindenki jön be minden nap. Tehát én arra készülök, hogy egy 10-15-20 ellátott lesz egyszerre jelen az intézményben. Ami a munkatársakat illeti, hány munkatárs felvételét tervezik, és mennyire van kínálat a munkaerőpiacon képzett szociális munkásokból? A törvény előírja a szakmai létszám feltételeket, tehát a teljes működéshez 10 munkatársat kell majd fölvennünk, ebből a nagyobb részük mentálhigiénés szakember, szociális szakember, a másik fele a stábnak pedig ápolási-gondozási feladatokat lát el elsősorban. Nagyon kevés szociális munkás van a területen, ez egy nehéz szakterület. 25 év alatt jól bevált gyakorlatom volt az, hogy részben tapasztalattal bíró szakképzett munkatársakat vettem föl, ha volt ilyen jelentkező, vagy mindig fölvettem, ha volt ilyen jelentkező, vagy egy másik út, hogy személyiségükben alkalmas munkatársakat vettem föl, akik készek voltak tanulni,
akár diplomát, vagy több diplomát is szerezni, több munkatársam már itt a révben szerzett több felsőfokú végzettséget, ami a munkaköre betöltéséhez kell, vagy nem felsőfokú, de szakirányú végzettségeket, és akkor ők elmentek tanulni. Azt gondolom, hogy most is ez a két lehetőség lesz. A szakképzett és tapasztalattal bíró szociális szakembereket nyilván kellő interjúztatás és kölcsönös megfelelés esetén fogjuk ide fölvenni, illetve alkalmasokat, akik készek lesznek képződni. Egy utolsó kérdésem lenne még azzal kapcsolatban, hogy ugye a Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye a fenntartója ennek az intézménynek, tehát egy katolikus keresztény háttere van ennek az intézménynek. Ez mennyiben jelenik meg az intézmény tartalmában, szolgáltatásaiban? Mennyiben keresztény ez a központ, vagy lesz keresztény ez a központ, ha beindul? Számomra a RÉV szolgálatainak a működtetése az egyház diakóniájának a szolgálata. Tehát az egyház arról ismerszik meg, hogy törődik a rászorultakkal, törődik a peremre szorultakkal, megpróbál odaállni azok mellé, akik segítséget igényelnek. Ez az én diakónusi küldetésem. Nem írjuk ki nagy betűkkel, hogy ez katolikus egyház fenntartásában működik. Azt gondolom, hogy mindenki tudja. Én azt gondolom, azt képviselem, hogy a munkatársaimnak a magas szakmai színvonala az a védjegyünk. Természetesen vallási hovatartozás nélkül, felekezeti hovatartozás nélkül mindenkit fogadunk minden szolgáltatásunkba, és én azt remélem, hogy az ellátottak is, ha meghallják azt, hogy révszolgálat, vagy egyáltalán a segítőjükre gondolnak, vagy azokra a segítségekre gondolnak, ami itt elérhető számukra, akkor vagy tudatosítják, vagy nem, de megélik azt, hogy a gondviselés hordoz bennünket. És tulajdonképpen ennyi, hogyha meghallják az emberek azt, hogy révszolgálat, akkor valahol legyen mögötte ott, hogy hordoz bennünket a gondviselés. Én ennyi tanúságtétellel megelégszem. Keresztény küldetésünkről a tetteink beszéljenek, nekem ez a hitvallásom. Köszönjük, hogy ezúttal is velünk tartottak. A korábbi riportjainkat, műsorainkat bármikor újra megnézhetik a KTV YouTube csatornáján, vagy a híres.hu hírportálunkon, ahová feltöltünk néhány korábbi riportot, interjút. A nyár folyamán friss élővízadással nem jelentkezünk, viszont a korábbi adásaink ismétléseit továbbra is láthatják majd a KTV-n minden hónapban. Áldott júniust és áldott nyarat kívánunk!